Főszereplője a kísérletünknek a Van de Graaff generátor lesz. A Van de Graaff generátor, ez egy elektrostatikus gép, amely elektrostatikus gépnek az a feladata, hogy töltéseket tudunk rajta szétválasztani, és akkor a Van de Graaff generátorunk, ha megmutatom, hogy mire jó, akkor mindenki fogja érteni, hogy mire is lehet az órán használni. Először azt szeretném megmutatni, hogy a Van de Graaff generátornak kétfajta meghajtása van. Az egyik meghajtás az egy gépi, a másik meg egy kézi meghajtás. Az először a kézivel kezdem, főleg azért, hogy lássák, hogy nem feltétlenül szükséges ehhez, hogy... Tehát elkezdem tekergetni ezt a szíjat benne. Ugye azt kell tudni a Van de Graaff generátorról, hogy alul van egy szigetelőből készült görgő. Ez a szigetelőből készült görgő, görgőn át van vetve egy szigetelőből készült szalag, és amikor ezeket elkezdjük mozgatni, akkor az egyik a másikon mindig megcsúszik, és ennek eredményeként egy dörzselektromosság keletkezik. A dörzselektromosság egyik részét elvezetjük a föld felé, a másik részét pedig rávezetjük ennek a fémgömbnek a belsejére. Ugye, aki elektrostatikában járatos, az biztos tudja, a fémgömbnek a belsejében egy elektromos töltésnek nincs keresnivalója, tehát ő kimegy a felületre, és addig fog növekedni ott a felületen a töltéseknek a száma, amíg a levegő átütési szilárdságát meg nem hagyja az itt kialakuló feszültség. Tehát én elkezdem ezt egy kicsit megtekergetni, és akkor, hogyha közelítek, akkor lehet látni, hogy egy jó nagy szikrát lehet csinálni. Ha szerintem mindenki jól láthatja, hogy ez a szikra az jó pár centiméter hosszú, és akkor az első dolog az lenne, hogy hogyan lehetne például megmérni ennek a feszültségét. Hát az egyik, és ez egy, hogy is van, annak a módszernek, hogy a fizikában nem feltétlenül mindig arra törekszik, hogy nagyon sok pénzt adjanak nekünk, tehát vannak egyszerű módszerek. Az egyik ilyen módszer az, hogy lerak az ember két 1 cm-es golyót 1 cm távolságra, és elkezdi a feszültséget növelni. Ebből a mérésből meg lehet állapítani a levegőnek az átütési feszültségét, átütési szilárdságát. Ez a mértékegységét tekintve volt per cm, és ez azt jelenti, hogy ennyi volt per cm-nél át fog ütni. Mikor nézzük meg azt, hogy mit látunk ebből, látjuk azt, hogy mondjuk egy 8 cm hosszúságú szikra van, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a 8-szorosa, tehát akkor, ha szigorúan veszük, akkor egy szabócentivel fogunk feszültséget mérni. És akkor itt van az, hogy amikor az ember tudja, hogy mit akar csinálni, akkor sokkal, vagyis nem egyszerűbben és nem pénzkímélő módon tudja elvégezni, amit szeretne. Persze mondom, lehet ezt a Van de Graaff generátort úgy is járatni, hogy villanymotorral. Hát most azzal fogjuk, és akkor bekapcsolom. Persze ahhoz még tápegység is kell. Bár olykor-olykor vannak olyan hangok, hogy elektromos áramot mindenféle külös, külső energia nélkül is lehet tenni. De hát ez majd a következő adásról fog szólni. Tehát ezt oda fogjuk beutalni. Ha bekapcsolom, akkor meg tudjuk növelni, és akkor a közelülők egy halk pattogást hallanak. Ez az úgynevezett koronakisülésnek a hangja. Ez sokkal hangosabb, hogyha ezeket bekapcsoljuk. Ez egy másfajta kisülés. Ez egy olyan ívkisülés, ami azért jön létre, mert a két pont között a feszültség olyan nagy, hogy egy ilyen nagy hanggal járó ívkisülés, vagy a szikrakisülés jön létre. No. Akkor főleg azután, hogy látták ezt a kísérletet, akkor az lenne a kérésem, hogy én szeretnék valakit megkérni arra, hogy vállalja el, hogy a következő kísérletben részt vesz, de majd én szeretném kiválasztani, és mivel hogy én nem csak azért, mert férfiből vagyok, ezért vélhetően egy nőt fogok választani, de mindenképpen, már van kedved? Na akkor gyere! Jó. Van életbiztosításod? Oké. Okay. Jó. Na gyere! Itt van, hogy mindenki lássa, a kísérlethez kell egy ilyen nagy feszültségre szigetelő zsámoly, nézd meg, milyen szép kis porcelán csigák vannak. Ezek nagyon nagy feszültségre szigetelnek, kérlek szépen, hogy tedd föl ide magad. Még ne nyúlj hozzá, és akkor megbeszéljük, hogy mit is kéne csinálni. Először is fordulj el arra, és részes vedd ki a hajadból a gumit. Ez lesz a következő. Most jön a legnehezebb feladat. A minden ide jó hosszú hajad van. Jó. Nem véletlen egyébként.
az lesz a feladat, hogy figyelj, meg kéne a hajadat úgy lazítani, hogy utána nem nyúlsz hozzá kézzel. Tudod, mi az a headbang? Nem. Vannak ilyen rockerek, tudod, ilyen rockzenészek, mint a Lukács Laci bácsi például, akik miközben gitároznak, kirázzák a hajukat. Próbáld már meg te is ugyanúgy megrázni. Ezt hívják a szakmában, a kezeddel ne nyújj hozzá utána, jó? Hát az a kérés, hogy összerázod, kicsit előrébb kéne hajolni, nagyobbat, úgy, jó. Helyes. Kezedet nem nyújsz hozzá. Úgy is van. Van de Graf generátorra most rá kéne tenni a kezedet. Itt egyébként, mint egy tükörben látod magad. Biztos, hogy meggondoltad magad? Jó, te csak nyugodtan rá. Ide rá kéne tenni a kezedet. És fájni fog? Nem. Mindjárt elmondom. Tehát akkor fog fájni, hogyha kialakulna egy szikra. De a szikra akkor fog kialakulni, hogyha a kezed és a gömb között távolság van. Tehát ha folyamatosan fogod, nem lesz belőle gond. Bocsánat, a keresztnevedet még nem kérdeztem. Anna, nagyon szép neved van. Ide figyelj, Anna, arra kell odafigyelni, hogy ezt a gömböt fogod. Elmondok neked még egy dolgot. Egy kicsit izgulsz, ugye? Azt tudod, azért jó, mert ha izgulsz, akkor nedves a tenyered, és jobban vezeted az áramot. Hát ez mindenképpen jó. Inkább onnan mutasd, jó? Nem, semmit nem kell. Figyelj, Anna, félnivalód nincsen. Ha véletlenül a műegyetemen itt kísérletezés közben valaki meghal, azt éjszaka eltemetjük az egyetem kertben. Hát, jó, nincs semmi gond. Na, akkor kicsit menj át rá, mert lehet, hogy meg fog csípni. Na, kísérletet úgy fogjuk megcsinálni, bekapcsolom a Van de Graaff generátort, és a Van de Graaff generátort, amikor bekapcsolom, a kezén keresztül ő föl fog töltődni. Kisülni nem fog tudni, hiszen a szigetelő lábon áll, és akkor a következőt kell tudni, a töltések azok el fognak helyezkedni a felületen, a haján is például, és ennek eredményeként, na, bekapcsoltam, és várunk egy kicsit. Amit érdemes megnézni, ott látod magadat, Anna. Most egy picit megrázod a fejedet, akkor még jobb is lesz ez a kísérlet. Tetszik? Akkor kérd meg a mamát, hogy csinál rólad egy fotót, jó? Jobban rázd meg egy kicsit a hajadat, azaz, még jobban. Ez az, hibátlan. Tessenek megnézni azt, hogy amikor az elektrostatikus töltések, azok mindegyik ugyanolyan előjelű negatív töltés lesz. Ezek a töltések taszítják egymást, mivel a haján vannak rajta, úgy fognak elhelyezkedni, hogy a lehető legtávolabb. Tetszel magadnak, Anna? Most szeretném elmondani, hogyha fizikusként ezt a helyzetet ki kéne elemezni, azt kell mondanom, hogy tessenek meggondolni, ha főleg a hölgyekhez szólok, ha valaki egy ilyen tupírozást szeretne, azért az, mert kéne dolgozzon a fodrász, én nekem fizikusnak hozzá se kell nyúlni. De tessenek utána, hogy ez jól működik. Na, hát Anna, azt akarom mondani, hogy nagyon jó. Kérem, hogy tapsolják meg Annát. Igen. Engedd el, és hátrafele lépjél le. Hátrafele. Úgy. Jó. Gratulálok. Köszönöm szépen. Foglalj helyet. A gumit visszarakhatod a hajadban.